2018-ban szerezte be ezeket a sűrített földgázzal hajtott autóbuszokat Nyíregyháza önkormányzata. Működtetésükhöz a Tiszavasvári út mellett CNG töltőállomást is építettek. A kút melletti területen ezekben a hetekben is komoly építkezés zajlik. A városban közlekedő buszok számára építenek porta és irodaépülettel, valamint javító csarnokkal rendelkező telephelyet, melynek jelenlegi fázisát szerdán tekintette meg Kovács Ferenc polgármester és a projektet vezető Podlovics Roland alpolgármester. Ez a helyi közlekedésben szolgáltat teljesítő összességében 82 darab autóbusznak a telephelyén állunk. A mögöttem van a javítócsarnok, amely amellett, hogy ugye a mindennapos működés szükséges, a takarítástól kezdve a szerviz munkáig lévő funkciókat tölti be, természetesen vizsgaközpontként is tud működni. Illetőleg a szociális blokk a dolgozók számára, és ez az egész épület, ez tulajdonképpen a helyi közlekedés kapacitására van tervezve, a szolgálja ki. Háttérben a bejárat felől a Tiszavasvári úttal párhuzamosan van egy kapu, egy fogadókapu, ahol beengedjük az autóbuszokat, ott irodaépület található és portaépület, illetőleg a parkolóplacok, amelyek itt a háta mögött találhatóak, mellette a CNG töltőállomás mögött egy dízel töltőállomás épül ki. Erre azért van szükség, mert a már beszerzett 41 gázüzemű autóbuszon kívül a többi városban közlekedő autóbusz gázolajjal működik. A megyeszékhely alpolgármestere elmondta, az új telephely megépítése két szempontból fontos. Ezáltal tehermentesíteni tudják a Korányi úti parkolóudvart, a helyben működő töltőállomásokkal pedig jelentős költségeket tud megtakarítani a város. Alapvetően meghatározta, hogy hol legyen ez a telephely, hogy CNG töltőállomást, ugye ezt tudni kell, hogy nagy nyomáson, 200 báros nyomáson történik a CNG-be a hajtóanyag egy kompresszoron, hát egy rendszeren keresztül az autóbuszokba. Ehhez azonban 6 bár nyomású gázvezetékre van szükség, az pedig csak ezen a területen átrendelkezésre Nyíregyházán, úgyhogy a töltőállomást ide tudtuk létesíteni. Mint említettem, 18 óta szolgálatot teljesítenek az autóbuszok. Nagy részt egyébként a Forda szervezést úgy alakítottuk ki, hogy abban a napközbeni pihenőidőkben történő tankolás lehetősége biztosított, de nyilvánvalóan vannak olyan időszakok, főleg a hétvégi időszakok ezek, amikor viszont a napi töltés okán a CNG buszoknak ki kell jönni ide a Tiszavasvári útra. Ez a jelenlegi telephelyhez képest nyilván egy rezsi kilométer többet futást eredményez, amelyet, hogyha majd kiköltöznek ide, akkor azt nyilvánvalóan meg tudjuk takarítani. A 4 évvel ezelőtti buszok beszerzésével, a töltőállomás építésével és az épülő telephelyel a projekt összköltsége meghaladja a 8 milliárd forintot. A fejlesztés a tervek szerint 2023. márciusában fejeződik be.